De tapintatosan tette. Néha még. És hát akkor hát hadd mondjam neked, hogy... És hát nekünk ez egy irgalmatlan nagy nap. Külön öröm, hogy Pepe Tamás és Villányi Réka azok, akik itt vannak, mert a stadionhoz is van közük, egymáshoz hála Istennek van közük, meg Debrecenhez is van közük, meg a Lokihoz is van közük. A Loki képviseletében Róka Géza klubigazgató és Dombi Tibor, aki Dombi Tibor, felköszöntik az ifjú párt egy DVS ajándékkal és egy puszival. Feltételezem, hogy a stadion szegről végről tulajdonló város képviselője alpolgármester is örvend, és keresetlen szavakkal köszönti a visszatát. Egy gyeres és pont tegnap beszélgettünk azon, hogy a B-közép vajon majd vissza kicsit félszeg voltál, azt kell, hogy mondjam, de hadd tortakozom meg ezt a dolgot, és hadd csinálják egy kerülős cselt. Mindenképpen itt kell legyél a május 1-i negyetek, május 1-i negyetekben. A város nektek, hogy szeretettel a halékeres eseményhez. Szeretnél feltétlenül május 1-i Aj, azt mondd, de köszönöm. Tehát szerint csak én vagyok a pap, nem? Megint a papot, áldja meg ezt a frigyát! Gyerekek! Az ifjú párt tovább dolgozni. Jó, mert ő is fotózkodnak. Köszönjük. Nagy... Jaj, várjál már, hadd mutassam be! Jaj, már hallani fogok! Nagyon jó! Ez egy picit! Minél közelebb egymáshoz, olyan életszerűre, hogy a kezed mondjuk, hogy eléri. Kezdjét meg! Te így vissza a helyzet. Nagyon szépek vagytok! Az is jó! A kérdem szépen, mert rögelem letenni! Tényleg nagyon biztos.